Itt el mellettem Andelic Jonatán, akit szintén nagyon-nagyon szeretett a zsűri. Hogy érezted magad a színpadon? Azt érzed, hogy úgy énekeltél, ahogy szerettél volna? Elégedett vagy abszolút? Én jól éreztem magamat a színpadon, hogy úgy énekeltem volna, ahogy szerettem volna, az már egy másik dolog, majd visszahallgatom magamat, és majd eldöntöm, hogy úgy énekeltem, mint ahogy szerettem volna, de élveztem egyébként. Egyébként tényleg nagyon szeretett téged a zsűri, és nagyon sokat beszéltek a szövegről, ugye a te dalod egy vallási témájú dal, és ugye azt mondták, hogy ez a dal még azokhoz is elér, azoknak is abszolút érthető, és azokat is megmozgatja, akik esetleg nem vallásosak. Mit szólsz ehhez a pozitív kritikához? Ennek nagyon örülök, mert bizonyos szempontból ez volt a célom, ez volt az egyik célom a dallal, hogy olyanoknak szóljon, akik, hogyha csak simán azzal szemben csak a szöveget néznek, akkor nem tudnának vele mit kezdeni, de szerintem az egész dalnak a dinamikája, meg egyébként örülök neki, hogy a zsűri megfogalmazta, hogy a szöveg is egy olyan frappáns módon van megfogalmazva, hogy ami így tud szólni az emberekhez, és nem klisék, úgyhogy nagyon örülök a kritikáknak, kifejezetten a Ferenczi Gyurinak a kritikája, vagy kritikáját, visszajelzés, az tök bátorító volt. Hát az első elővállogatót simán túlélted, és szerintem nagyon jó teljesíted, hát nagyon szeretett téged a zsűri, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és majd szurkolunk a továbbiakban is.